Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kovács Sándor, a Jászlóskun Szolnok megyei közgyűlés elnöke. Elnök úr, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. És köszöntöm a nézőket. Legutóbb május vége felé járt nálunk egy interjún, akkor beszélgettünk többek között arról, hogy a kórházak állami fenntartás alá kerültek. Azóta mi a helyzet a megyében, milyen a megye anyagi helyzete, adósságállománya? Hát nagyon sok dolog zajlott az elmúlt egy évben, január óta, hiszen a megyei intézményrendszer, a szociális intézmények, a megyei Hetényi Géza kórház, oktatási intézmények, ezek állami fenntartásba kerültek, így a megyei intézményrendszer most már azt lehet mondani, hogy állami intézményrendszer. A megyének új feladatai lettek, igazából nem teljesen új feladat, mert eddig is foglalkoztunk területfejlesztéssel, de most már teljes mértékben szinte csak területfejlesztéssel foglalkozunk. Hozzánk tartoznak az eddigi nyertes pályázatok, akár a 10 évvel ezelőtti nyertes pályázatok utóellenőrzése, a pályázatok megvalósulásának és a körülményeknek az ellenőrzése, és hát az új területrendezési tervek, az új pályázatok kiírása és az új pályázati eszközöknek a kezelése. Gondolom most ezek a legnehezebb feladatok, hiszen tudjuk, hogy egy pályázati elszámolás mivel jár. Milyen beruházások vannak most folyamatban a megyében? Hát a megyében nagyon sok beruházás van, vannak munkahelyteremtő beruházások, de hát nekem egy kicsit fáj az, hogy ezek túlnyomó részt a Jászságban, Szolnok környékén, de már indulnak szerencsére a megye keleti felén, itt Korcagon is két olyan beruházásról tudok, amely a közeljövőben meg fog valósulni. Egyiknek már az alapkőletétele megtörtént, ez az elektronikai hulladékfeldolgozó, de most beszélgettem német befektetőkkel, eldőlt az, hogy egy nagy biogázerőmű is ide fog kerülni Karcagra. Úgyhogy itt is be fog indulni ez a dolog, és hát természetesen vannak nagy állami beruházások is, hiszen a Tisza környékén a nagy víztározók, amik a árvízi helyzetben tudják kezelni az extrém magas vízállásokat, kerékpárutak épülnek, utak épülnek, természetesen nem olyan tempóban, mint ahogy szeretnénk, de úgy látszik, hogy szépen haladnak ezek a beruházások, és hát természetesen vége feléhez közeledik a 100-as vasútvonalnak a felújítása is, amit itt nagyon sok karcagi láthat, hogyha 4-esről Szolnok felőli részről kanyarodik be, felüljáró épül, jól halad az is, és hát aki 2 évvel ezelőtt volt vonattal Karcagon, nem ismer rá a karcagi vasútállomás környékére, hiszen olyan modern vasútállomás fog itt épülni és befejeződni a közeljövőben, ami szerintem világszínvonalú lesz. Az elmúlt napok egyik legfontosabb eseménye volt, hogy a hétvégén, szombaton Orbán Viktor bejelentette, hogy az önkormányzatok adósságállományának egy részét az állam átvállalja. Ez mit jelent gyakorlatilag? Ha jól tudom, akkor ön is ott volt ezen a bejelentésen. A megye számára mit fog ez jelenteni, illetve városunkat ez hogyan érinti? Igen, szombaton Dobos László polgármester úrral voltunk együtt, több száz polgármesterrel ezen a rendezvényen. Igazából a megyét és az egyéb település önkormányzatokat külön venném, mert a megyék adósságrendezése már január 1-én megtörtént, most az önkormányzatokról lesz szó. Ez sávos adósságrendezést tesz lehetővé, tehát a nagyon jól menő, nagy iparűzési adóval rendelkező önkormányzatok adósságának csak 40%-át veszi át az önkormányzat, akik kevésbé jobban állnak 50%-át, akik még rosszabbul állnak, még kevesebb bevételük és hátrányos helyzetben vannak, annak 60% vagy 70% veszi át. Én már évekkel ezelőtt indokoltnak tartottam volna ezt a lépést, hiszen csak a karcagi példát látva, az, hogy Karcag település is olyan dolgok miatt vett fel hiteleket, adósodott el, ami nem csak a karcagiaknak az érdekét szolgálja. Csak egy példát mondanék, itt a karcagi Kátai Gábor kórház. Karcag 22.000 lakosú település, és ez a kórház 110.000 embert lát el. De amikor felújításra került a sor, beruházásra, akkor az önerőt csak a 22.000-23.000 lakosú Karcagnak kellett állni, ennek Karcagnak kellett letenni, és a környező települések, akik ugyanúgy használják ezt a kórházat, igazából egy fillért nem tettek hozzá. És hát Karcag az utóbbi 8-10 évben legalább önerőként 1 milliárd forintot költött
a három ütem megvalósítása önerőként, a gépműszerbeszerzések önerejeként, és azt mondom, hogy teljesen jogos, hogy állami feladatot látott el a karcagi önkormányzat, és nem csak 100%-ban a karcagiakat kell, hogy sújtsa ez a vállalás. De mondok egy másik példát is, a kollégiumok fenntartása. Karcagnak is, és nagyobb településeknek, akik iskolákat tartanak fent, iskola központok, kollégiumokat kell fenntartani, és a kollégiumokban nem helyi diákok laknak, hanem a környező településekből. Tehát ez az összeg is a helyi önkormányzatot, például Karcagot terhelte, nem azokat az önkormányzatokat, akiknek a diákjai itt tanulnak. Tehát én azt mondom, hogy teljesen jogos az, hogy az állam, amit állami feladatként lehet megfogalmazni, azokat ő vállalja azért a felelősséget. Természetesen azért nem 100%-ban vállalta az önkormányzat ezeket a hiteleket, mert voltak olyan beruházások, amit a helyi közösségek élveztek. Például a városközpont rehabilitáció, ami nem állami feladat, vagy akár egy fürdőépítés. Ezek megmaradnak az önkormányzatoknál, de azok a feladatok, amelyek állami feladat helyett vállaltak az önkormányzatok, azoknak a hitel részét átveszi a magyar állam. És azt mondom, hogy ez egy teljesen korrekt és becsületes hozzáállás az állam részéről is. Várhatóan mikor léphet életbe ez az intézkedés? Jövő évben életbe lép, azt számolgatjuk, hogy Karcag melyik sávba esik. Mi úgy gondoljuk, hogy kb. 60-70%-át a karcagi adósság állománynak át fogja vállalni a magyar állam. És mi ezt így tartjuk egyébként korrektnek is. Ez mit jelenthet, hogyan látja városunk életében? Mekkora segítség lesz ez nekünk? Hát mindenképpen, hát egy nagy levegővételhez jut mindenképpen a település. Könnyebben elő tudjuk teremteni a következő fejlesztésekhez, amit már csak Karcagot érinti, ezekhez az önerőt, akár most már tényleg mi is tudunk egy városközpont rehabilitációt végezni. Ami városközpont rehabilitáció, sokan mondják, hogy nem az, hogy térkővel leburkoljuk a várost, hanem a városközpont rehabilitációjában az van benne Karcagon, hogy a Dériné homlokzatának felújítása, ami nem tudom, szerintem 60 éve igazából nem volt komolyan felújítva, hát és a nem igaz, 60 éve, kb. 40 éve, 35 éve volt egy komolyabb felújítása. A bölcsödék, a városközponti bölcsödék felújítása, különböző intézményeknek a felújítása, tehát ez van ebbe a városközpont rehabilitációba, ebbe is bele tudunk vágni, és hát kicsit jobban helyre tudjuk tenni a karcagi önkormányzati utakat is. Térjünk vissza egy picit a megyei önkormányzathoz, az elkövetkezendő két hónapban, ugye még gyakorlatilag annyi van hátra az évből, milyen fontosabb feladataik vannak? Hát pont innen az interjú után fogok gyorsan Szolnokra menni ebbe a havas esős időben. Ott alapított négy megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Heves megye, Hajdú-Bihar megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye egy KFT-t, amely a Tiszató fejlesztésével foglalkozik. Ennek a KFT-nek lesz egy közgyűlése, és különböző beruházásokat fog támogatni a turizmusban, kerékpárút fejlesztés, ez a KFT és a teljes rehabilitációja nem csak a Tiszatónak, hanem a Tiszató környékének is. És hát sokaknak furcsán hangzik, mi a Karcag városa és a Tiszató turisztikai régióba tartozik, tehát mi is számíthatunk ettől a KFT-től, ezekből a fejlesztésekből segítségre. Hogyan készülnek a jövő évre? Sok feladat lesz-e az év elején? Hát igen, amikor most az átalakítás január 1-én megtörtént, akkor a feladatok egy részét kaptuk meg, és fokozatosan hónapról hónapra, hétről hétre kapjuk az új feladatokat, és én azt mondtam, hogy körülbelül ennek a ciklusnak a végére fog teljesen üzemi fordulaton az új megyei önkormányzati rendszer működni, amikor megvannak már a szakemberek, a munkatársak, megvannak a feladatok, és akkor tudunk üzemi hőfokon működni, üzemi fordulaton működni. Az elmúlt hónapok egyik fontos, nagyon fontos eseménye volt, hogy városunkban újra megnyitotta a kazak konzulátus. Mi ennek a jelentősége? Igen, én ezt a kazak konzulátust már amikor először megnyitott is szívügyemnek tekintettem, és kicsit úgy éreztem, hogy a karcagiaknak ez személyes sértés, amikor az előző kormány külügyi vezetése bezáratta a konzulátust. Akkor én fekete lepellel takartam le a táblát, és mondták, hogy miért nem szereltük le. És én akkor az újságíróknak azt mondtam, hogy ez csak ideglenesen, hogy itt be van zárva, mi azért ideglenesen nem vesszük a táblákat a városháza faláról, meg fog ez még nyitni nem soká. Lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy 10 év múlva, lehet, hogy 100 év múlva, de a karcagiak, a kunságiak arról híresek, hogyha valamit elhatároztak, azt nagyon nehezen adják fel. És hát azt kell látni, hogy most már kezdik érzékelni azt,
hogy Kazasztán micsoda gazdasági potenciállal rendelkezik. Mindenki már törekszik Kazasztánba, megpróbál üzletet kötni. És hát mi helyzeti előnyben vagyunk, mert a kazakok minket kedvelnek, karcagiakat, kunságiakat, magyarokat, és sokkal barátságosabban fogadnak. Én ebben az évben szerencsére többször tudtam kin lenni Kazasztánban, hiszen beválasztottak a Magyar-Kazak Kormányközi Vegyes Bizottságba. Gratulálunk Köszönöm szépen, és azt látom, hogy nagyon felélénkültek a gazdasági kapcsolatok, nagyon sok magyar vállalkozás megy ki Kazasztánba, keresi a lehetőséget, és hát most már a kazak befektetők is, főleg energetikába, olaj, gáz, üzletágba jönnek és érdeklődnek Magyarország irányába. Megalakult egy alap a két ország között, 100-100 millió dollárral támogatják a kis és közepes vállalatok térnyerését Magyarországon, illetve a magyar vállalkozóknak Kazasztánba. Úgy gondolom, ez nagyon nagy segítség. Ezen a rendezvényen, ezen az átadáson kazak diplomaták is jelen voltak. Mit mondtak ők, amikor megnyílt ez a konzulátus ismét? Nekik ez mit jelent? A kazak diplomaták már úgy jönnek Karcagra, mint hogyha hazajönnének. Ők itt nagyon jól érzik magukat, és hát azt kell mondani, hogy ez nem egy-két embernek volt a harca, hogy visszakerüljön, újból megnyíljon a kazak konzulátus, hanem nagyon sok embernek. Diplomatáknak, magánszemélyeknek, politikusoknak, és hát 2006. októberében, pont 6 évvel ezelőtt volt az, amikor karcagi és kisúji hagyományőrző lovasokkal együtt mi felmentünk tüntetni a BEM térre. Olyat még Budapesten nem láttak, hogy a BEM tér előtt a kicsi téren hagyományőrző lovasok, íjászok, lovasok, pont a 2006. októberi kicsit feszült budapesti hangulatba, teljesen fegyelmezetten ott tüntettünk a külügyminisztérium előtt a konzulátus bezárásával kapcsolatban, és akkor én adtam át a petíciót, és egy kicsit meg voltak szeppenve a külügyesek, az akkori külügyesek is, hogy mire ez a demonstráció, hát meg ők még ilyet nem láttak. És hát, mint ahogy mondtam, diplomatáknak, politikusoknak, magánszemélyeknek és a hagyományőrzőknek is, akik akkor abban az időszakban kiálltak a kazak konzulátus mellett, meg lehet ezt köszönni. Mai interjúnk egyik apropója, hogy a közelmúltban katasztrófavédelmi elismerésben részesült. Meséljen nekünk erről a jeles eseményről egy picit. Hát engem is nagyon meglepett ez az elismerés. Az utóbbi években általában én szoktam díjakat, megyei elismeréseket adni, és teljesen szokatlan volt ez a szerep, hogy felhívott a megyei katasztrófavédelmi parancsnok a Tóth Tibor, és mondta azt, hogy Budapesten lesz a katasztrófavédelemnek egy országos ünnepsége, és menjek már fel, mert még akkor sejtelmesen fogalmazta valami... Tehát akkor nem lett előre bejelentve gyakorlatilag. Nem lett előre bejelentve, én is felmentem, akkor már sejtettem, hogy én is valami kitüntetést fogok adni, és dr. Bakondi György altábornagy úr, a katasztrófavédelem országos parancsnoka, igazgatója, ő adott át egy katasztrófavédelemért díjat az elmúlt években végzett munkának az elismeréseként, hiszen se kevesen tudják azt, hogy még megyei elnök, január 1-ig még megyei elnök voltam, a megyei katasztrófavédelem parancsnoka a mindenkori megyei elnök. Tehát árvízi helyzetben, katasztrófahelyzetben a megyei elnöknek kell dönteni, kell cselekedni, az egész megye területén. De ez egy nagyon komoly stressz lehet gyakorlatilag. Hát én is meglepődtem azon, hiszen többször volt akár gyakorlat, és nem gyakorlatokon hajnal 4 órakor riasztás, körberiasztás, be kellett jelentkezni, és tényleg amikor egy árvízvédelmi helyzet van, akkor szerencsére már nem az én időszakomban, de elődém időszakában volt olyan, hogy 3 napig bennaludtak a megyeházán, mert olyan helyzet volt, hogy egy órára sem mehettek igazából haza. Ez katasztrófa helyzetben, ez egy ilyen állapot, de hát aki ezt a munkát vállalja, annak igyekezni kell ilyen helyzetekben is megfelelni. És Bakondi György úgy látta, hogy az elmúlt években, míg én voltam a megyei katasztrófa védelemnek a parancsnoka,
a Védelmi Bizottság elnöke, addig ezt jól és zökkenőmentesen láttam el, és hát még azt is kiemelte, hogy abban, amikor átszerveztük a komplex védelmi rendszert, abban is nagyon jó munkát végeztem. Nekem meglepetés volt, de nagyon jól esett az elismerés. Gratulálunk ehhez az elismeréshez. Emellett a napokban, a közelmúltban még egy elismerésben részesült, még egy díjat kapott. A Kuruc testvérek birkózó emlékversenyén is Hegedűs Csabától átvehetett egy díjat. Igen, mint ahogy mondtam, el vagyok én szokva, nem vagyok hozzászokva a díjazásához, és tényleg szándékosan dr. Hegedűs Csaba, a Birkózó Szövetség elnöke úgy intézték ezt a díj átadást, hogy az utolsó pillanatig még a nevemet nem mondták ezen a rendezvényen. Én nem is tudtam, hogy a birkózó érdemrendet az elmúlt években a Magyar Birkózó Sportért végzett munkáért kaptam ezt. Én kevesen tudják Karcagon, de hát én több mint 6 évet birkoztam, és Kuruc Pista volt az edzőm, és én azóta sem szakadtam el a birkózó sporttól. Országosan is, hogyha lehet segíteni, én most is segítem a birkózó sportot, lehetőségémhez képest a karcagit is, és hát az országos birkózó sportba is bekapcsolódtam, és hát ez volt a másik. Úgyhogy évekig én nem kaptam semmilyen elismerést, és most két héten belül hirtelen kettőt, úgyhogy teljesen szokatlan ez számomra is. Az elmúlt napok egyik másik legfontosabb történése az volt, hogy egy bírósági végzés kapcsán volt hangos a sajtó. El lehet azt mondani, hogy országos sajtó, hiszen országos sajtóorgánumok is beszámoltak arról, hogy megjelent egy bírósági végzés, amely önnel és a családjával hozható összefüggésbe. Mi történt pontosan? Igen, most már egy kicsit, hogy egy év távlatából látom ezt a dolgot, már egy kicsit higgadtabban tudom kezelni. Egy évvel ezelőtt a Jobbik, ha visszaemlékeznek a nézők, a sajtó arról volt hangos, hogy október 23-án a tavalyi évben nem az ünnepi megemlékezések, hanem itt a karcagi ünnepi megemlékezés, hanem amikor én voltam a szónok, akkor néhányan bejöttek tüntetni táblával, az egyik talán Kunmadarasról ideimportált figura, munkásőr egyenruhában, legalábbis olyan egyenruhában próbálta megzavarni az ünnepi önkormányzat ülést, ahol én mondtam ünnepi beszédet. Egy karcaginak ez nagyon nagy megtiszteltetés, hogyha egy városi ünnepségen beszélhet, és hát nekem nagyon kellemetlen volt. És a karcagi Jobbik internetes oldalán megjelent egy cikk, ahol rágalmazták az én rég halott nagyszüleimet, és az ők vélt vagy valós cselekedeteivel kapcsolatban engem akartak lemondásra késztetni vagy kényszeríteni. Én hozzá vagyok szokva a politikusként, hogy engem szíthatnak, kritizálhatnak valós és vél dolgokhoz, én meg tudom magam védeni, el tudom viselni ezt a dolgot, hozzá vagyok szokva. De amikor az embernek a családját kezdik el támadni, és valótlan rágalmakkal, mert még ebbe a cikkben még a nagyszüleim nevét se találták el, összekeverték őket valakivel, és a nagyszüleim, a halott nagyszüleimen keresztül próbáltak engem támadni. Én úgy gondolom, hogy karcag politikai élet bármilyen kélezett volt, az ilyen mélyre azért úgy nem süllyed senki. Lehet a másikat szidni, támadni, de nem a családját, nem a szüleit, nem a nagyszüleit. Én akkor is azt gondoltam, hogyha nekem a nagyszüleim bármit is tettek volna, én nem tartozom ezért felelősséggel. De azért felelősséggel tartozom, és felháborító, hogyha a nagyszüleim emlékét próbálja valaki meggyalázni hazug módon. És hát ebbe a bírósági ítéletbe igazából én rágalmazásért tettem feljelentést. A rendőrség kinyomozta, hogy ki volt az, aki felelősségre vonható ebbe az ügyben, ki volt az újságnak a főszerkesztője. A bíróságon kiderült, hogy ez a blog a karcagi Szebb Jövő újságnak az hivatalos internetes oldala, és megkérdezte a bírónő, hogy hajlandó vagyok-e, ha bocsánatot kérnek én megbocsájtani és túltenni magam ezen az ügyen, hogy a rágalmazási per ne folytatódjon. Én azt mondtam, hogy igazából nem azt szeretném, hogy megbüntessék ezeket az embereket ebbe a perbe, hiszen annak a Jobbik újságnak a főszerkesztőjét is gyerekkorom óta ismerem, egy-két évvel idősebb nálam.
ismerjük egymást, nem az volt a szándékom, hogy büntetőjogilag vonják őket felelősségre, mert senkinek nem akarom az életét ezzel tönkretenni. Én azt mondtam, hogy egy bocsánat kéréssel beérem. És az volt főleg a szándékom, hogy ez mindenkinek legyen figyelmeztetés arra, hogy bármennyire is óhajtja a hatalmat, bármennyire is akarja támadni a másikat, de azt a határt ne lépje, azt az erkölcsi határt ne lépje túl, hogy a másik halott szüleiről, nagyszüleiről állít be hamis képet, rágalmazza. Ezt a határt senki ne lépje át itt Karcagon. Én ezt szerettem volna a jövővel kapcsolatban is elérni, hiszen Karcag egy kis település. Ismer mindenki mindenkit. És van egy olyan erkölcsi szint, ami alá semmiképpen nem szabad menni, bármilyen nagy a politikai harc, bármennyire kívánja valaki a önkormányzati tisztséget, ami igazából egy feladat, egy munka, még hogyha van némi presztízse is. Én ezért azt mondtam, hogy megelégedtem azzal, hogy a Jobbik elnézést kért tőlem és a családomtól, és én itt lezártnak tekintem ezt az ügyet. És remélem, hogy azok is lezártnak tekintek és okultak belőle, akik ezt elindították. Ezt akartam kérdezni, vagy erre akartam rákérdezni, hogy ön ugye, ha lezártnak tekinti, mit gondol, hogy lehet ennek még bármiféle folytatása? Én azt mondtam a bíróságon, hogy nem akarom folytatni a rágalmazási pert. Megtörtént, megjelent, ahogy az újság főszerkesztője ígérte, megjelent az elnézéskérés tőlem és a családomtól. Én gondolom, mindenki okult ebből az esetből, én itt lezártnak tekintem az ügyet, és mondom, szeretném azt, hogyha tanulnának nagyon sokan ebből, hogy milyen erkölcsi szinten, hogy hol van az a szint, ami alá nem szabadnék menni egymás közt Karcagon. Mit gondol, vagy nem tudom, hogy beszéltek erről, tehát hogy miért a nagyszüleit kezdték el támadni, nem találtak önfogást? Hát én arra gondolok, amit már itt a beszélgetésen is mondtam, hogy én hozzá vagyok ahhoz szokva, hogyha az én cselekedeteimért, engem, én döntéseimért, én szavaimért támadnak, kritizálnak. Én ha valamit mondok, akkor azt meg tudom indokolni, hogy miért mondtam. Ha rosszat mondtam, rosszat cselekedtem, azért én tudom vállalni a felelősséget. És hát sokkal egyszerűbb egy olyan embereken támadni, vagy olyan embereken keresztül támadni valakit, akik már nem tudnak védekezni. Hiszen apai nagyapám, ő 1962-ben halt meg, én őt nem is ismertem, anyai nagyapám pedig, azt hiszem, 83-ban, vele vagy 10-szer találkoztam életemben. És úgy gondolták, hogy én meg tudom védeni magamat, én tudok vitatkozni, ők nem. Hogyha rajtuk keresztül támadnak, akkor sokkal érzékenyebben, sokkal mélyebb sebet tudnak rajta ejteni, ami igaz is volt, mert nagyon fájt, és hát a családomnak is nagyon fájt az, hogy úgy mondom, elhunyt felmenőinken keresztül próbáltak engem támadni és lemondásra kényszeríteni. Még egyszer mondom, én akármit követtek volna el a történelem során a felmenőim, én azért nem érzem magam felelősnek. Arról senki így, nem így, tehet. Így van, de pont ez az a helyzet, hogy olyan emberek cselekedeteit próbálták a nagyszüleimre ráhúzni, akiket még lehet, hogy ők sem nagyon ismertek, vagy lehet, hogy ismertek, de nem ők voltak. Teljesen alaptalan volt ez a rágalmazás, ezért háborodtam fel. A tavaly évben az önkormányzat ülésen, amikor bejelentettem, hogy feljelentést fogok tenni, akkor kikértem a mind a két nagyszülőm anyakönyvi kivonatát, és megmutattam, hogy még a nevük se stimmel abba a cikkbe, amiket a Jobbik lapjába megjelentettek. Én akkor nagyon fel voltam háborodva, meg is tettem a feljelentést. Most már egy év távlatából én már azt mondom, hogy a tanúságokat kell levonni ebből az ügyből. Önkormányzat, ön a 2. számú választókerület választott képviselője. Milyen most a körzete helyzete, milyen problémákkal, milyen dolgokkal, ügyekkel fordulnak önhöz a körzet lakói? Hát az a helyzet, hogy a körzet, mint hogy az önkormányzati, a 2010-es önkormányzati választáson sokkal nagyobbak lettek a körzetek, új részek is lettek hozzácsatolva a 2. számú választókörzethez, de a problémák szinte ugyanazok. Szinte ugyanazok, egy kicsivel másabbak, hiszen a járdák, az utak állapota, a közintézmények állapota, ez mindennapi ügy.
Most már nem az a helyzet, hogy új utakat kell építeni, új utakat kell leaszfaltozni, hanem már a régiek vannak olyan állapotban, amiket fel kell újítani, kezelni kell. Ilyen problémával szinte hetente megkeresnek az intézmények helyzetével, hiszen ebbe a körzetbe is van óvoda, ebbe a körzetbe egy részébe nyúlik be a kórház része, bár a nagy része a kórháznak a egyes számú körzetben van. Itt van a nagyvénkerti lakótelep, ott is problémák vannak, és az emberek mostanában sűrűbben megkeresnek személyesebb jellegű problémákkal, munkahely, gyereknek továbbtanulási lehetősége, és hát ezekben a dolgokban is, ahol tudok, segítek, hiszen nekem van már egy kapcsolatrendszerem, én már jobban ismerek itt a megyébe, vagy akár országosan embereket, helyzeteket, és hogyha kapok egy önéletrajzot a körzet lakójától, de Karcag bármilyen lakójától, aki engem megkeres, én sok esetben tudtam segíteni akár munkahely, akár továbbtanulási egyéb dolgokba, úgyhogy mostanában ezek akkor nem unatkozik. Nem, úgyhogy ez a munka milyen, úgyhogy az embert megismerik, meg látják, akkor sokan fordulnak hozzá olyan dolgokkal is, amit én meg tudok oldani, és igazából rám tartozik, de olyan dolgokkal is, amik igazából nem tartoznának rám, de az ember segít olyan dolgokban is, ami nem egy önkormányzati képviselő feladata. Hiszen emberek vagyunk, egy településen élünk, és én azt tapasztaltam meg az utóbbi évtizedekben, hogy a karcagiak összetartóak. Hogyha két karcagi akár Budapesten összefut, vagy egy más városba, akkor számon tartják egymást. És sokan megjegyezték, hogy segítik is. És én azt mondom, hogy ez egy jó hagyomány. Talán Karcagon ez úgy tűnik, hogy most mi kicsit nyírjuk egymást, fúrjuk egymást, a karcagiak irigyebbek egymásra, de kívülállók ezt úgy látják, hogy a karcagiak segítik egymást, és számon tartják egymást. Hogyha valaki vitte valamire, valaki jó eredményt ért el, akkor nem felejtkezik el Karcagról. Legyen az akár politikába, bankszakmába, üzleti életbe, vagy egyéb életbe, úgyhogy tartja itt magát karcaginak. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, jó munkát kívánunk, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.